A már beharangozott vízvilágnapi úszóverseny mellett a csapat sportoké a főszerep az első áprilisi hétvégén. Szombaton hazai rendezésű események várnak a sportbarátokra, ugyanis a DVTK labdarúgó csapata mellett a feljutásról határozó rájátszásban érintett diósgyőri kézilabdázók is saját pályájukon küzdenek majd a megszerezhető pontokért. A hétközi kupa negyed döntőt követően három nappal már a bajnokságban folytatja szereplését a DVTK labdarúgó csapata. De míg a Magyar Kupa legjobb négy együttese közé jutásról határozó kupa csatában nem a piros-fehérek voltak az esélyesek, más alaphelyzettel találkozunk, amennyiben az április 6-án a DVTK stadionban esedékes bajnokit figyeljük. Bár a Diósgyőr és a Kisvárda is vereséget szenvedett az NB1 legutóbbi játéknapján, de a csapatok között lévő 15 pontos különbség már jobban mutatja a jelenlegi erőviszonyokat. A hazai pályát és így közönséget támogatását élvező DVTK és a vendég Kisvárda mérkőzése a bajnokság 27. fordulójában szombaton 16 óra 30 perckor kezdődik. Maradva még április 6-a eseményeinél, egy komoly téttel bíró kézilabda találkozónak ad otthont a Generali Arena. Az NB2-es férfi kézilabda bajnokság északkeleti felsőházi rájátszásának második fordulójában az egyik nagy rivális Hajdú Böszörmény együttese lesz a DVTK ellenfele. A felsőházi rájátszás első találkozóján mostani ellenfele otthonában ért el 10 gólos győzelmet a Diósgyőr, így hasonló hozzáállással saját pályán még inkább a piros-fehérek az esélyesek. A bajnoki rájátszás mérkőzés kezdési időpontja szombaton 17 óra. Április hónap 7. napján pedig egy fővárosi eseményre figyelnek majd a miskolci sportbarátok, ugyanis a férfi röplabda extraliga 9-től 12. helyezéseiről döntő rájátszás során a MEAVC Peka Bau a TFS-e vendégeként szerepel majd. A két csapat Miskolcon már találkozott a rájátszásban, akkor 3-1-es MEAVC siker lett a vége, így pedig a 9. pozícióért küzdő egyetemi együttesnek idegenben is komoly esélye van a győzelemért járó pontok megszerzésére. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik.